Ha arról beszélünk, hogy hogyan váljunk falka vezérré, akkor a cinikus, illetve a rövid válaszom az, hogy sehogy. A világ vezető etológusai ugyanis megállapodtak abban, hogy az ember nem lehet falka vezére a kutyának. Mégpedig azért nem, mert a falka az azonos faj egyedeiből létrejövő életközösség, azonos fajnak pedig az állatvilág azon egyedeit nevezzük, akik külső megjelenésükben és belső szöveti felépítésükben csak nem megegyeznek, hasonlóak, illetve önmagukhoz hasonló termékeny utódok létrehozására képesek. Ebből is jól ki tudjuk venni, hogy az ember a kutyával nem képes tehát azonos fajhoz tartozni, nem is tartozik. Ezért úgymond falka vezérei a kutyának nem lehetünk, ettől függetlenül egy életközösségben élünk vele, és vezetőivé kell, hogy váljunk. Egyszerűen hívjuk magunkat gazdának, és az sokkal jobb, hogyha szerető gazdának. Meg kell ismernünk a kutya viselkedését, összehasonlítva az emberi viselkedés mintákkal, illetve azzal, hogy hasonló módon jelenítjük meg a körülöttünk lévő valóságos világot, hasonlóan működnek az érzékszerveink, látunk, hallunk és érzünk, ezért képesek vagyunk befolyásolni a kutya viselkedését. A kutyának lehetünk vezetői, gazdái, és az ő viselkedését befolyásolnunk kell, hogy képes legyen a kutya beilleszkedni az ember alkotta környezetbe, és pontosan azt is úgy csinálja, ahogy nekünk tetszik, illetve a társadalmi elvárások, amilyen szabályokat rónak rá. Nem könnyű dolog egy ragadozó állatnak minden szituációban úgy viselkedni, ahogy ez a gazdájának, illetve az emberi társadalom elvárásainak megfelel. Időt, energiát kell szánni arra, hogy a kutyát megtanítsuk, hogy milyen szabályok, milyen korlátok között élheti boldogan és szabadon az életét. Sajnos erre varázspálca, illetve pirula nincs. Azt gondolom, hogy rendszeres és szakszerű foglalkozással, ezt megelőző neveléssel ki tudunk alakítani olyan szokásokat, amelyek segítségével a kutyánk alkalmas lesz, hogy beilleszkedjen ebbe a közegbe, és a viselkedésével örömtelivé tegye az életünket, és ne megkeserítse azt. Tehát falka vezérei nem, de szerető gazdái legyünk a kutyának, szálljunk rá időt, energiát, hogy befolyásoljuk a viselkedését, és azokat a szabályokat, amiket megtanítottunk, azokat tartassuk is be vele. A megtanult új ismereteket a kutyával rendszeresen gyakorolni, ismételni kell, hogy ne vesszenek a feledésbe, és hogyha egy életközösségbe élünk, akkor szerencsés, hogyha a család többi tagja is összhangban van a másikkal, és a bizonyos szabályokat minden családtag ugyanúgy betartatja a kutyával. Hogyha esetleg a családtagok nincsenek összhangban, ebből szokott probléma lenni, hogy a kutya differenciál, és a bizonyos családtagok jelenlétével szabálykövető lesz, ha nincs jelen az, akiről ő azt gondolja, hogy hierarchiában fölötte van, vagy erősebb nála, vagy legalábbis következetesen bánik vele, akkor pedig áthágja a szabályokat. Ez egyébként jellemző az emberi viselkedés formákra is, ha csak a közlekedésre gondolunk, úgyhogy azt gondolom, hogy a kutyának a viselkedését befolyásolni akkor tudjuk, ha jelen vagyunk. Tehát ha önállóan parlagon hagyjuk a kutyát, akkor ő alakít ki magának olyan viselkedés formát, amilyet ő szeretne. Úgyhogy mindig befolyásolni és tevékenyen részt kell venni abban, hogy a kutya mit és hogyan csináljon.